Zenebona. Az utcasaroktól nem olyan messze, Bing ma zenélni szeretne. Na, hát, jól hallom, hogy ma zajongani van kedve a társaságnak. Igen! Jól van. Flop, segítenél nekem, kérlek? Persze, ama. Te most itt maradsz. Na akkor, itt a zenedoboz. Ez az, a zenedoboz. De hangosak leszünk. És most? Lássuk. Ki szeretne zenélni egy jót? Először én! Minden kis ricsajozó, üljön le a popsiára! Popsi! Ez az! Már is jobb! Jól van! Nyújj bele a dobozba! Jól van! Ez a hangszer legyen... Bingé! Nézzétek! Úgy imádom a xilofont. Xilofon. Szeretem, amikor azt játsszák telelig. Telelelelig. Ki a következő? Az enyém, az enyém. Az enyém, enyém. Ez a hangszer legyen... Szulái! Tamburin! Kipróbálhatom? Csak ha megkaphatom a xilofont. Tessék! Jól van! A következő hangszer legyen... Én jövök! Pandói! Ez az! Lehetne az az enyém, mama. Az enyém! Na! Előbb hadd próbálja ki, Pandó! Ne búsuljatok! Később ti is játszhattok rajta! Rendben? Akkor hát zenéljünk! Jó! Csatlakozz hozzánk a tamburinnal. Csa-csa-csa, csa-csa-csa, csa-csa-csa. Tamburinos fiú! Xilofonos lány! És a dobos fiú! Jól van, most cseréljünk! Ezt odaadom, én most tamburinozok. Nekem azt tetszik. Jól van. Ez az. Köszönöm. Nekem kellett volna adni a dobot. A rumbatok is jó hangszer. Én dobolni szeretnék. Minden hangszer különleges. És együtt csodálatos a hangjuk. Igen. Jól van. És most együtt! És most együtt! Játsz egyszerre! Játsz egyszerre! Olyanok vagyunk, mint egy zenekar! Bizony! Ügyesek vagytok, remek volt! Most én játszom a dobon, Szulá! Nem, még nem! Bing! Bing! Beszakítottad! Várnod kellett volna! Megnézhetem! Sajnálom, Szulá! Nem akartam beszakítani! Baleset volt! Tudom, hogy nem direkt csináltad! Meg tudod javítani, Amma? Sajnos nem! Vissza kell vinni a boltba! Úgyhogy... Ma már nem dobolhatunk. Bing, miattad most nincs mi játszanom. Ez a tied lehet. Hát jó. Köszönöm, Bing. Kedves tőled, Bing Nyuszi. Nos, akkor igen. Játszunk. Igen. Ez az. Most nem dobolhatok. Nem. Biztos vagy benne?
És ehhez mit szólsz? Hiszen ez csak egy doboz, nem hangszer. Nem? Ez tényleg dob. Egész jól szól. Van egy nagy doboz dobom. Ugyan. Dam, 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 dam. Bing doboz dobot csinál. Kipróbálhatom? Igen, doboljunk egyszerre. Rajta? Gyerünk! Doboljanak! Ez az! Dam! Igen, igen, dam, igen! Csodálatos! Csodálatos! Zenéltünk Szulával és Pandóval, de Pandóé lett a dob, amit én akartam. Aztán Szulá következett, és nekem megint csak várnom kellett, de én nem akartam. Megpróbáltam elvenni tőle, de ráestem, és beszakadt a bőr. Tönkretettem, szégyeltem magam, ezért bocsánatot kértem. De aztán csináltam egy dobozdobot. Elég nagy volt ahhoz, hogy mindannyian egyszerre játszunk rajta. Remek zenét! A dobozdobolás amolyan Bing szokás. Bum, bum, bum! Flo beteg. Az utcasaroktól nem olyan messze Bing Nyuszi reggelizni menne. Flop! Oh. Flop! Jó reggelt! Ó, hajtasz egy kis reggelit? Ah, igen, kérek szépen! Ügyes vagy. Miért olyan furcsa a hangod? Nem érzem jól magam. Mi a baj? Fáj a torkom. Ó, szegény Flop. A forró mézes citromos tea mindig segít. Én is olyat ittam, amikor nagyon beteg voltam. Úgy van. Kell egy fél citromleve, és egy kis kanál méz. Majd én ápollak téged, Flop. Köszönöm, Bing. Gyere velem. Jól van. Feküdj le szépen a kanapéra. Cseppet se félj, majd én meggyógyítalak. Tessék, a párnád. Nagyon köszönöm. És? Kell egy takaró is. Így. Most már biztos felmelegedtél. Valóban. Mint a sivatagban. Tudom, mi kell. Itt van Hopiti. Ő tudja, hogyan gyógyítson meg téged. Hello, Hopiti. Most már nem fáj annyira a torkod? De igen. Viszont jobban érzem magam. Még mindig nagyon fura a hangod. A torokfájás nem múlik el ilyen hamar. Megvan. Hobbitibus és a magányos saláta. Szeretnéd, hogy felolvassam neked? Nem. Én olvasom fel neked. Hiszen én ápollak téged. Igazán pompás lenne. Hobbiti vús és a magányos saláta. Hobbiti mélyen aludt. Jaj, valaki kiabál odakint. Hobbiti kipattant az ágyból. Vús! És nézd csak, Flop, ott a saláta. Flop! Nem is hallgatod. De hogy nem, ébren vagyok, Bing. Most már jobban vagy? Egy kicsit jobban vagyok, mert élvezettel hallgatom, ahogy mesélsz. Topci! Hozok neked még mézes citromos teát. Te csak pihenj. Jaj, Bing, ne nyúlj a kancsóhoz. Még forró lehet. Rendben. És kérek szépen egy pohár hideg vizet is. Hideg víz. Attól majd jobban leszel. A pingvin csésze. Használhatod a pingvin csészémet. Köszönöm, Bing. Ó,
citrom. És egy kis méz. Ó, még egy kicsi. Bing! Mindjárt kész a teaflop. Viszek neked répát is. Ó, remek. Nem ez, nem ez. Megtaláltam. Szép kis répát kapsz tőlem. Megmosom neked. Jól van, jó. Ígyni. Minden rendben? Igen, jövök már. Ez az. Ne csúszkálj már, répa. Maradj nyugton. Jaj, ne! Minden rendben? Nem. Minni akartam hideg, mézes, citromos teát. De az egész lepottyant a földre, és... Ne búsulj, Bing Nyuszi. Nem történt semmi. Gyere, megmossuk a ragadós mancsodat. Pedig olyan szép répát választottam neked. Tudom. Már is sokkal jobban érzem magam. De még mindig olyan furcsa a hangod. Tudom. Mikor leszel már végre jobban? Hát ez nem megy olyan gyorsan. Talán holnapra. Jól van. Egy dolgot viszont nem kaptam tőled. Mit? Valamit, amire mindkettőnknek szüksége van. Ölelést. Ölelésben jó vagyok, Flo. Az egyszer biztos. Bekapcsolhatjuk a tévét? Persze. Válasz te, Flop. Kedves tőled, Bing Nyuszi. Flop nem érezte jól magát. Nagyon megfájdult a torka. Ilyen volt a hangja. Szegény Flop. Szóval én ápoltam őt. Kapott egy párnát, egy takarót és hopitit. De aztán a mézes tea és a répa lepottyant a földre. Flopnak ölelésre volt szüksége. Aztán leültünk együtt a kanapéra, és megnéztük Hopitit a tévében. Engem ápolni? Amolyan Bing szokás. És már sokkal jobban érzi magát.